Vezetett túrák inótán az erőműben vagy tematikus séták veszprémben, Balatonfüreden és Veszprém vármegyében. De a túrajó veszprémnek köszönhetjük azt is, hogy visszatért a helyére a veszprémi kisvonat. A túrajóról az alapítót Rafai csillát kérdezem, akit sok szeretettel köszöntök a Hírefem stúdiójában. A Dávid jó reggelt kívánok! Csillával tegeződni fogunk, mert hogy már jó pár projektünk volt közösen. Mm. Pont így a beszélgetés előtt erről beszéltünk, hogy mikor kezdődött a mi munkakapcsolatunk. Talán 2021 a járványidőszak. Igen, igen, amikor olyan a... inger szegény volt a környezet, igen. és uh, akkor is egy uh, helyi rádióban dolgoztam, és hát nem igazán tudtunk programokról beszélni, mert hogy az volt az az év, amikor úgy megállt a világ, mindenki otthon volt, vagy dolgozott, és egyből hazament. És uh, akkor jutott eszembe, hogy hát ott van a túrajó, és a túrajónak nagyon szuper programjai vannak, és hát Csilláról azt kell tudnia a hallgatóinknak, hogy Csilla mindent is tud, ha kérdezem egy túráról, ne. vagy bármiről. De nagyon-nagyon nagyon felkészült vagy. És akkor kitaláltuk, hogy legyen egy kvázi olyan program ajánlunk, ahol ingyenes túra lehetőségeket ajánlunk a hallgatóknak. És ne. akkor barangoltunk, veszprémben, barangoltunk Balatonfüreden, és igazából szinte

az egész bármegyét, mindenfele jártunk. <laughs> Tehát ahol hát, szabadon kötöttség nélkül, belépő egy közösségi élmény nélkül, anélkül, hogy bárkivel találkoznánk, mert akkor az volt a szempont, hogy amit önállóan be lehet járni, meg lehet látogatni, hogy volt benne kilátó, kálvária, vár, foka, és itt tovább, túraútvonalak, sok minden. Igen. Alapból csak a túrázásról is Igen. beszéltünk. Igen. Szóval sok témát említettünk akkor, és hát ez a terv a jövőben is, hogy azért sok-sok Veszprémi és Balatonfüredi Érdekes helyszínt meglátogatunk majd, és a többi, és a többi. De hát akkor úgy gondoltam, hogy kezdjük a legelején, beszéljünk magáról az egyesületről. Túra jó veszprém. De előtte akkor mesélek még előre. arról. Igen. Igen, még előtte mesélek, hogy az egész nem az egyesületi formában indult. Nem igazság szerint ez most már lassan, hát még nem tíz év, de közeledik a tíz éves inkább olyan 7-8 évnél tartunk, akkor ez egy profitorientált irányban startolt és tematikus városnéző sétákat kívántunk ö, szerkeszteni, összehozni, megmutatni a város kevésbé ismert arcait, kevésbé ismert utcáit, épületeit, személyeit, történeteit a, az erre kíváncsi közönségnek, és valóban van egy egyesület, de annak a múltja csak három évre tekint vissza, hiszen az az igazság, hogy amikor belelendülsz egy témába, elkezdesz nyomozni, ez tényleg olyan, mint egy krimi, hogy ö, csak éppen itt nem feltétlenül bűncselekmények ö, ügyekkel kapcsolatban folyik a nyomozás, de ugyanúgy van egy izgalmas szál, valamit meglátsz az utcán, lehet, hogy ez csak egy jelzés értékű apróság, de lehet ugye a húszemeletesről is sokat beszéltünk, vagy, vagy amikor meglátjuk az inottai tornyokat, ami úgy bevillan, és akkor nem, nem, bírod, nem tudod abba hagyni a, a nyomozást, hogy mi ez, hogy működik, hogy lehet oda bejutni, hiszen nekünk ez is fontos és ahogy nyomozol, kidolgozol egy témát, mint egy filmnek a forgatókönyve, ahhoz tudnám hasonlítani, megírod. Most nyilván nem azt fogod szó szerint elmondani, de kell egy mint egy könyv, vagy mint egy vázat, egy jegyzet, ami, amiben tudsz valamennyire kapaszkodni, és utána van a közönség, jönnek, érdeklődnek, szeretik, visszatérő vendégek lesznek. Ez ugye a profitorientált része, de mindig meglátsz valamit most, hogy Veszprémi példát mondjak, Veszprémben a Vidám Park anno témánknál, hát ott az alagút. Hogy lehet oda bejutni? Sisak, akkor munkavédelmi, igazságügyi szakvélemény, engedélyeztetések. Ha meg már van alagút, akkor hol van a vonat? Egyáltalán itt járt vonat? Hogy nézett ki a vonat? És akkor ez pedig már kevésbé a profit irány, hanem kellett nyitnunk egy intézményesítve ezt a tevékenységi kört, egy, egy egyesület, vagy úgy gondolom, hogy nem kellett, de mindenképpen jónak Tartottuk, hogy elkülönítsük ezt a két tevékenységet egymástól, és így az egyesületi forma is megszületett. Jó, akkor kezdjük tényleg a leglegelejbén, leg még előrébből indulnék. Mm -hmm. Hogy jött a, neked a, a túrázás iránti szerelem? Nagyon szeret szervezni. Ez most kiderült az elmúlt pár percből, amit beszéltél. Ez honnan ered? Nekem olyan, mintha mindig ezzel foglalkoztam volna igazság szerint. Tehát idegenvezetői végzettsége már, a, már az érettségivel, meg. Meg volt ezután a Pannon Egyetem turizmus én tanultam, illetve oktattam, tehát valahogy mindig a turizmus az nagyon fontos volt, programok szervezése, idegenvezetés, úgyhogy, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez valahogy mindig benne volt az életemben, csak val valahol kisebb, valahol nagyobb hangsúlyjal. Tehát az egyetemen az oktatás kapta nagyobb hangsúlyt, ott azért az oktatás legnagyobb része a zártérben folyik, és ebből szerettem volna egy picit uh, valamennyire szabadabb és... Uh, térben is szabadabb és időben is szabadabb elfoglaltsággal foglalkozni, úgyhogy így, így ö, irányult a figyelmem inkább a, a túravezetés irány. Tehát az, hogy túrák, persze most a nevünk túra jó, de nem a hagyományos értelembe vett uh, teljesítménytúrákat, vagy nem kizárólag természetes környezetbe szervezett programokat uh, bonyolítunk, hanem igazság szerint mi hagyományos városnézőt séták, illetve eztől eltérő mi úgy hívjuk, hogy vezetett úrbek sétákat szervezünk, amelyek többsége azért mégiscsak épített környezetben zajlik. Tehát vannak geotúráink, de mondjuk ö, a Bakonyban egy példa a fiúk a bányából, tehát ott a bányászmúlt meg elevenedik meg, de annak is az épített öröksége is vonza az embereket, ugye, hogy be lehet menni a, a csillerakodó állomásra, vagy a már lezárt bányamentő állomásra, amit 2004-ben lezártak, úgyhogy ezek ö, számunkra igencsak vonzó tényezők. Tehát túra túra jó, de, de nem feltétlenül kizárólag erdei túrázásra kell gondolni. Úgyhogy régóta érdekel, igen. <laughs> és emlékszel az első túrádra, amit, amit te szerveztél? Hát a milleges, már, már, a túra jó keretén belül? Vagy még nem, még, még, amikor azt mondtad, hogy meg az idegenvezetői igen, végzettséged is, és esetleg az első olyan túra, ami aminél ott voltál a legelejétől a legvégéig, tehát amit neked kellett összeraknod uh -huh. merre, hogyan, miként, és te is mentél el a vendégekkel. Hát talán egyetem éveim alatt volt, hogy ismerősök kértek meg, hogy mutassam meg a várost, tehát inkább ilyen baráti alapon, és akkor a kapott visszajelzések alapján éreztem, hogy igen, ezzel tényleg érdemes lenne kicsit többet foglalkozni. Csak amikor megvan a napi rutin, meg vannak a fix kötelezettségek, feladataid, akkor szinte csak a szabadidőből tudsz egy kicsit ellopni abba, hogy most akkor te utána olvasol, utána keresel, vagy bejársz egy útvonalat és hát ezt szerettem volna úgy, úgy legalizálni, hogy tényleg a munkám, munkámnak a része legyen az, hogy helytörténeti kutatás, utána járás. Egy-egy témát százszor, ha nem kétszázszor kell bejárni, mielőtt úgy először elmerz, elmerek menni vendéggel. Ez lett volna a kérdésem, hogy egy ilyen folyamatot azért mutassunk be a hallgatóinknak. Tehát, hogy ugye azt is említetted, hogy néha csak így meglátsz valamit, és abból jön az ötlet, mondjuk akár most meglátsz tényleg csak egy kis szobrot valahol, és Igen. akár a köré is lehet Igen. szervezni egy teljes túrát. Hogyan néz ki egy ilyen túrának a felépítése a te fejedben? Tehát hogyan születik meg a túra, ami már megvan hirdetve, és ami már, amire már lehet jelentkezni. Hát egy kívülről senki se gondolná, de egy ilyen témával lehet, hogy négy vagy hat hónapot is foglalkozik az ember, de lehet, hogy most keveset mondtam, mert van, ami már sokkal régebb óta húzódik és van olyan sétánk, ami már fut egy ideje, van amelyiken most is dolgozunk, és van olyan, amelyik már tényleg csak ez engedélyeztetése vár, és reményeink szerint csak hetek választják el a meghirdetéstől a programra való jelentkezést, de, de tényleg egy hatalmas munka. Hát lehetséges, hogy a malmoknál úgy indult, hogy valahol elszégyeltem magam, hogy te jó ég, Veszprémbe 15 malom, de hol lehet, amikor itt errefelé sétálok nap, mint nap, és kettőt-hármat tudok beazonosítani. Tehát lehet, hogy az adta, hogy ez most Malom, nem malom, közel van a séthez, honnan látszik, látszik egyáltalán egy épületen, ha igen, miről, honnan lehet eldönteni, és akkor meglátsz egy vízjogijelet, és akkor elkezded bolygatni. Most nyilván ennek van egy irodalmazási munkája lehet uh, interjúkat is készíteni, de hát valljuk be minél, hát vannak olyan témák, ahol már lecsúsztunk mindenről. Pont most aktuális, hogy Vence Lőrinc, uh, Molnár, egykori Molnár mesterrel is, vagy Molnár Inassal is beszélgettem még szerintem négy-öt éve, és most hunyt el, tehát ő is azt hiszem 35-ös születésű. Tehát még, még van, amiben időben vagyunk, van, ahol nagyon sokszor azt érzem, hogy utolsó előtti pillanatban vagyunk, hogy már alig tudjuk, alig tudunk pár embert megszólítani a, a még élők közül. Tehát ez is egy lehetőség. Ugye nekünk egyszerű embereknek ez úgy tűnik, hogy jó, megvan a túra, jelentkezem és elmegyek, de hát akkor ez, hogy te is mondtad, négy-hat, sőt, akár sokkal több hónapnyi munka lehet. Uh -huh. Nyilván ugye mondtad a dokumentációt is, tehát ha el kell menni valószínű, az ilyen témáknál, mint a, viz, a Veszprémi Vizimalmok, uh -huh. a levéltárba. Igen. Vagy gondolom ott, ott, ott kezdődik, is, vagy ott is egy állomáson. szakemberek, most már sajnos Völler Pista bácsit sem tudjuk megkérdezni, de én többször jártam nála, a programjain részt vettem, és sokszor cseréltünk eszmét, és nagyon nagy örömmel hallgattam, ahogy mesélt azzal a lelkesedéssel, szenvedéllyel a malmokról. De ugyanúgy, ha malmok, akkor Balázs György, akkor Magyar János, és sorolhatnám Tamás Méter neveit is, akikkel szívesen az ember végtelenségig is tud beszélgetni. De ezek mind-mind adalékok, és nyilván egy sétán nem ezt mondja el az ember, amit már nem csak azt mondja el, és nem ugyanúgy, amit másoktól hallott, hanem ezekből kell valahogy egy saját olvasatot készíteni. Meg nyilván egy ilyen és teljes képet igen. próbálsz összerakni, abból a sok-sok beszélgetésből, információból, levéltári dokumentum, igen. a te gyűjtésed, és neked ebből kell sok egy kellene képet. Ezt egy útvonalra valahogy felvázolni, és hogy legyenek értelmes megállók, értelmes történetek benne, és uh, szerintem az egy jó kifejezés, vagy egy jó megközelítés, hogy szórakoztatva tanulni. Mert uh, aki eljön, azt gondolom, aki velünk jön, az nem azt várja, hogy mindent elmondjál, de valamennyi tartalmat természetesen szeretne magával vinni, és érezze jól magát, mert azért jön. Van, Tehát ő van. fizet ezért a tartalomért, és se sok ne legyen, se kevés, és éljen meg valamit ott, akkor az adott csoport. Tehát ezek a programok is szerintem nem nagy képviség, hogy ezek mind egyediek, mert, mert nem csak attól egyedi, hogy mi vezetjük, mi dolgozzuk ki, hanem azáltal is egyedi, hogy akik az adott pillanatban ott vannak. Tehát éppen ezért ugyanaz kétszer nem játszódhat le, de ez persze minden egyéb szolgáltatásnál is így van. Tehát, hogy eljön valaki, aki akár egy malom tulajdonos, vagy a zsidósétára eljön valaki, aki, aki Bázelből egy, egy kavicsot szeretne lerakni, egy adott, adott ott nyugvó személy sírjára, és itt tehát ezek mind-mind-mind teljesen egyedi, egyedi, for, egyedi esetek. Beszéltünk már egy-kettő túráról, még azért beszélünk a a többiek, többiekről is, tehát ugye amit már nagyjából érintettünk, ugye az, amit legjobban a vizimalmok itt Veszprémben. Ez is egy izgalmas téma, szerintem fogunk még ezzel foglalkozni majd a, a közeljövőben itt a hírefen Veszprém Balatonfüreden. Milyen tematikus séták vannak még? Mondjuk maradjunk most csak Veszprémnél. Tehát Veszprémben az elsők között jó is, hogy elhangzott a malom, mert lehet, hogy az első vagy a második volt a malom, utána a geológia, és 2017-ben már úgy nyitogattuk a Vidám Park témát, Vidám Park Annó címmel, ahol bejárjuk a völgyet, és a völgyek is annyi olvasata van, tehát annyi mehetsz rajta végig, mert lehet, hogy a Veszprém völgy, tehát hogy a legendákra és a kolostorok, mert nevében is kolostorok és kertek összpontosítasz, lehet, hogy a malmokat veszed észre, mi nekünk van még egy vizes sétánk is a völgyben, úgyhogy nagyon sokféleképpen járhatjuk végig, de ha visszatérünk a vidámparkra, akkor a legnagyobb siker és az első nagy sikerünk az valójában a közművekre épülő, és akkor mondtuk ki ezt először, és azóta is nagy nagyon gyakran használjuk, ez a belépni tilos velünk szabad. Akkor ez egy séta cím volt. És a Vár utca... Belépni tilos? Belépni tilos, velünk, kérdő, szabad. El, velünk szabad. velünk szabad. akkor ez egy séta címnek indult, de ma ez a szlogenünk. Mert, mert azt gondolom, hogy ez egy fontos is, hogy elhangozom, hogy, hogy ez lett végül is, ami, ami talán ilyen megkülönböztető egyként mondható. Tehát szervezünk városnézőt, túrákat, városnéző programokat, egyéb erdei, erdei, kirándulásokat, de ha, de ha a fő lábat kell meghatározni, akkor mégis ez lett a, ez lett a fő vonzerő. Tehát Veszprémben a Vár utca alatt lévő közműalagút, volt benne az első lényegi dolog. Most nyilván itt elmesélt, hogy Ferenc József városvillamosítása, csatornázás, és elmegyünk a közmi múzeum mellett, de, de ez volt azt hiszem a fő lényeg, hogy mi a közmű alagutat is megnézhetjük, és Zárásként az egykori vidámpark alagútba is bementünk. Tehát abba a 185 méter hosszú alagútba majdnem végig tudtunk sétálni, tehát teljesen végig biztonsági szempontokból nem, de egy szakaszt meg tudtunk nézni. Így van, ezt is tegyük hozzá, hogy itt tehát ezek olyan nem. helyszínek is lehetnek, akár nem. itt veszprém mi úgy gondoljuk, hogy mindent ismerünk. Erre én is nagyon sokszor rájövök, hogy nem, mindig tudunk valamit tanulni a városról és a város történelméről, történetéről. Nem. És ezek olyan helyszínek, amit én ha szombat reggel felkelek és kitalálom, nem tudok meglátogatni. És azért ehhez kell engedélyezni, tehát nagyon sok minden. És akkor vissza tudunk kanyarodni a beszélgetés legeleire, hogy ez nem olyan egyszerű, hogy te gondolsz egyet és nem, elviszel sajnos, 15 Igen, 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 tehát rettentő sok ö, nehézség van és nem feltétlenül azért, mert a, az attrakció tulajdonos kekeckedik, vagy nem akar minket minden mindenképpen beengedni, van ilyen is, de, de természetesen sokszor egyéb technikai, adminisztrációs, biztonsági feltételeknek kell megfelelnünk, amit uh, természetesen, hogyha erre lehetőséget kapunk, akkor minden esetben meg is teszünk. Tehát van olyan program, ahol munkavédelmi sisakot, van olyan, ahol láthatósági mellényt viselünk, tehát ezek, ezekre fel kell, fel kell tudnunk nekünk is készülni, és a résztvevők is ezzel tisztában kell, hogy legyenek, hogy az adott helyen mi történik velük, mert, mert van, ahol mi is kírjuk, hogy babakocsival lehet érkezni, kutyával az útvonal járható, de van, ahol sajnos azt kell mondani, hogy itt, itt ez akadályokba ütközik. Tehát lehetnek ilyen, ilyen nehézségek is. Tehát ez a közműalagút, ez továbbra is érdekel minket. Most ugye a várfelújítás miatt ez... ez ez nem lehetséges, de bízunk benne, hogy 25-26-ba újból elő tudjuk venni a témát. Csak hogy nagyon sok témánk van, és felsorolni sem, sem olyan könnyű. Most a 20 emeletest azt, azt szerintem mindenképpen fel kell elevenítenünk, mert nagyon köszönjük, tehát kimondhatjuk a másik rádiónak a nevét, hogy a Méz Rádió stúdiójába látogathattunk el a Bögre és Te a Kossuth utcán sorozatunkban. Ez a Bögre és Te, ez meg egy úgy alakult, hogy vendéglátó helyekkel tudtunk kóperálni, és ez is már egy kicsit ilyen egyesületi megmozdulás, hogy eldobható, egyszer használható műanyag, vagy papír és műanyag poharak helyett kerámia bögrébe adják a elviteles meleg, hideg italokat, és ha már egyszer az italokat abba adják, akkor a bögréket is megsétáltatjuk egy-egy frekventárt útvonalon. És ha a város térképét nézzük, akkor a történelmi leg, meg ma is talán a legfontosabb három üt ütőér, az a Vár utca, a Kossuth utca, Jókai utca, és ezeken indultak el a bögre túrák. És a Kossuth utca, hát akkor, hogyha időszakot kell említeni, persze megelevenednek egyéb korszakok is, de, de a szocializmust tudtuk leginkább érinteni, és akkor itt a 20 emeletes volt a a nagy sztori, és mindenki kíváncsi rá, hogy hogy épült, milyen mély alapokon nyugszik, hány méter, van-e kilengése, lehet-e bent ezt érezni, mekkora a konyha, tehát, tehát ezek egy nagyon sokakat érdeklő hát kérdések. Meg nyilván itt West uh -huh. a a húszemletes tényleg egy ikonikus szóval, épület. Abszolút. Lehet szeretni, uh -huh. lehet nem szeretni, uh -huh. de attól függetlenül egy ikonikus épülete a városnak. Ha csak arra gondolunk, hogy mondjuk esetleg elmegyünk valahova Veszprémből. Mm. Jövünk vissza, mi az első, amit meglátunk? Igen. A húsz emeletes, és tudjuk, hogy itt vagyunk. Abszolút, abszolút. Akkor most kanyarodjunk Balatonfüredre? vagy még maradhatunk Veszprémnél, ha szeretnél, mert hogy tényleg számos számos, számos túrátok most, van. Igen, igen. Tehát a Pannon Egyetem, ahogy még nem láttad, tartozik akár még ide. A művészbejáró sorozatunk is van amúgy, ahol, ahol egy-két művészt tudunk műhelyében vagy alkotóhelyén meglátogatni irodalmi lépegető, hát az, az ritkábban, ritkábban szervezzük meg, de nyugodtan kanyarodjunk Füredre. Akkor jöjjön Balaton Füred, amit nagyon sokszor egyébként a Balaton fővárosának is szoktak nevezni. Borzasztó erős kulturális mm. élete van, borzasztó erős a történelmi múltja Balaton Fürednek, meg hát sok mindennek tényleg a központja, ha csak a magyar vitorlázásról beszélünk, egy picit, hogy haza is beszéljek, a vitorlázás központja is. Balaton Füreden milyen tematikus túráitok, sétáitok vannak? Tehát Füred akkor biztos, hogy reformkor. Ezzel is lehetne foglalkozni, de, de vannak szakemberek, akik ezzel, ezzel a témával sokkal mélyrehatóbban tudnak uh, információkat átadni, tehát nekünk mindig az a lényeg, az van a zászlónkon, hogy olyat, amit uh, csak mi tudunk, vagy olyan helyeket, amit kevésbé ismer az ember. Tehát, hogy azt mondom, hogy füred zsidókultúra, akkor az már, hm, az már lehet, hogy egy, egy, új olvasat, és hogyha nem, nem a, az ismert helyszíneken, a tagóra sétányon sétálunk például, hanem a régi falu részben ismerkedünk meg mindezzel, autentikus vezetővel, dr. Olti Ferenccel járjuk be az egykori zsidó életnek a főbb helyszíneit. Ahogyan tesszük mindezt Veszprémben is, a művészek, kereskedők, rabik és mártirok sétán velem, mindezt Füreden, azzal a kiegészítéssel, hogy ott, ott áll, és fel van újítva a zsinagóga, ami Veszprémben, hát sajnos a, majdnem mondhatnám, hogy a hűlt helyét, tehát ott az épület, Veszprémben úgy tűnt el az épület, hogy nem bontották le. Tehát megvan, csak be van építve. Füreden az egy gyönyörű dolog, meg sokakat tényleg meglep, hogy igen, áll egy zsinagóga, fel van újítva, rótmiksa, üveg van benne, gyönyörűséges, és akkor a mellette lévő zsidó kiválóságok házával is tesszük még kerekebbé azt a történetet, hogy nyilván egy sétát is tesszünk a falu részben, és a két említett épületet bejárjuk. Tehát ez is egy ilyen nagyon izgalmas, izgalmas mm. túra, és ami te is mondtál, hogy meg, meg van a balansz, hogy nem mm. túl sok információt kapnak az emberek, mert ugye akkor Lehet. el tudja vinni rossz irányba a túrát, amikor csak folyamatosan Kapod az információkat, és a szemed nem is tud figyelni, mert közben arra figyelsz, hogy az idegenvezető Lesz, mit mond. Persze, hát a sok évszám, sok személy név, hát... Kibírja, tehát nem csak gyerekek, de felnőttek is ugyanúgy elfáradunk. Meg szerintem maga az idegenvezető is egyébként. És, és igen, valóban, valóban. Mert meg mikor tudod, most őszinték legyünk? Amikor elolvastam, akkor még tudom egy ideig, de hogyha nem veszem elő azt a témát nap mint nap, akkor számomra is nehéz mindent fejben tartani. Tehát szerintem ez, a, ez is egy kritérium, hogy ami úgy nagyjából még bevehető mennyiség. És akkor nézzünk még egy ö, nagy projektet, inotát. Azért, ez, egy, ez egy nagyon izgalmas túra. hogy említetted az Urbex-szót, uh -huh. nagyon sokan látogatják így ezt a helyszínt. Uh -huh. Igen. Igen a, <laughs> erről ennyit, még, még de azért, azért biztonságos keretek között is van már lehetőség arra, hogy valaki meglátogassa Inotát. Ez, ez hogyan jött, és mesélj erről a túráról egy picit. Hát én nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy hogy én otta összejött, mert azért oda is úgy kopogtattam be, hogy hát, csókolom, én vagyok itt ez és ez. Jó, és hogy ez így indult Minden lé? téma így indult, tehát sehol sem valahol el kell kezdeni, nyilván utána jársz, utána úgy nem lehet, hogy fogalmad, fogalmam sincs róla, hogy, hogy valamennyit utána olvasok, hogy mi is ez a terület, mikor indult, hogy működött, de anélkül, hogy beléptem volna, Nyilván nehéz ezt úgy megérteni, de, de nagyjából felvértezzük magunkat minimális információ mennyisége, és akkor összeszedjük a bátorságunkat, hogy na, akkor itt ezt hogy, hogy lehetne megvalósítani, és benne van mindig az, hogy hát ide mondjuk nem lehet, mert ez már egy húsz éve lezárt ipari terület, életveszélyes. Ami igaz is, tehát ami teljesen igaz is, hogy valóban, csak hogy meg tudjuk-e ugrani azt, hogy ezeket a kockázatokat hogyan tudjuk minimalizálni. És akkor, ha ezt is megbeszéljük, tárgyal, tehát kö, ezek hosszú ideig tartó megbeszélések, egyeztetések, pontosítások tettek hozzá. Ha ezen is túl vagy, mégis ez az első kérdésedre lehet egy válasz, hogy, hogy utána következnek a pontosító, tehát az első bejárás, pontosító bejárások, és, és, utána lassan, lassan, lassan jutsz el oda, hogy akkor ez tényleg vendégekkel együtt először, mi ezt 2021 május 1 tettük meg, azt hiszem, Úgyhogy hihetetlen, de, de igaz, mi tényleg mehetünk, és most voltam össze, már ötféle sétánk van inatán. Ja, hogy ez Vagy nem ha egyfajta, már nem. S, hanem már ez is sokszínű. Elindult azzal, hogy járjuk be az egészet, mondjunk el sok mindent, és mutassunk meg az összes helyszínt, de itt ebbe van kazánház nyolc emelet, és tehát fizikai erőnlétet is valamennyire igény, Vesz, nem azt mondom, nem rendkívüli adottságokra van szükség, tehát nem mászunk hákcsón se kötélen, tehát semmi extra nem kell gondolni, de mégiscsak csak van, akinek ez, ez akár tériszony miatt, vagy bármi egyéb miatt esetleg akadályba ütközik, úgyhogy így kinyitottuk egy rövidebbet is, tehát van már lehetőség egy rövidebb, könnyebb, maximum egy szintig fölmenő programon részt venni. Akkor a művészetek ugye mindig is érdekeltek bennünket, ott a, ott a szociál, Modern megjelenik a békeművelődési ez egy olyan időkapszor, hogy tényleg lezárták, és ott van, és döbbenetes mennyiség, minőségben, méretben, ami úgy ott, ott tényleg elképesztően ütősen jelen van. Ez, a, ez az erőművészet címre hallgató, és, és a fotóstúra. Tehát ami nagyon-nagyon extrém igény, vagy nem extrém, de minden esetben eltér a hagyományos bejárás igénytől, hiszen még annyira annyi történetet sem tudsz, és nem is akarod terhelni a fotóst, több időre van szükség, hogy elkészítse az elképzelésének megfelelő fotót, két talvány, három objektív, tehát ez időigényes is, úgyhogy ez lett a, ez lett a negyedik, és valójában négyféle, de most már angolul is kínáljuk mindezt. Hát sok-sok izgalmas, izgalmas túra, sok-sok izgalmas helyszín, Picikét kanyarodjunk vissza magához az Egyesülethez és az Egyesület tevékenységéhez, hiszen már nincs túl sok időnk, de azért az Egyesület tevékenységét Igen. is mutassuk be egy picikét. Ugye az egyik, szerintem talán az egyik legnagyobb projektetek, az maga a kis, 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 vas, kis vonat volt, ugye itt a Veszprém völgyben. Igen, még mindig ez a leg, Hangsúlyosabb. Ennek szerintem szentelünk majd egy, egy másik beszélgetést, de akkor így általánosságban egy picit kérlek a magának az Egyesületnek a, a tevékenységéről még meséljünk a, a hallgatóknak. Tehát van átfedés természetesen, mert kiegészíti egymást, erősíti az egyik tevékenység a másikat, de ezen kívül, ha az említettük a Bögretúrt, Említettük a kisvonat felújítást, és olyan jót elhaladni. Néha teljesen másról beszélek, de remélem nem probléma, hogy hogy olyan jót elhaladni az úton, és valaki azt mondja, hogy hát a vonatig megyünk. Tehát az már egy olyan fontos pont lett ott a völgyben. Ez is egy egy pár éves projekt, hogy sírokat keresünk meg, és ha nem is mi magunk újítjuk fel, hasonlóképpen, hogy vonatot sem mi magunk újítjuk Nyilván szakemberek fel, által. Kizárólag mi, hanem ezt mind szakemberekkel, támogatókkal, vállalatok, illetve a város hozzáérvása is szükséges hozzá. A sírfelújítások esetében sokszor úgy kezdődik, hogy mondjuk a bakonykarszat emelem ki talán, Ugye a Bakony együttműködésünk a Vízi Múzeum megtekintésére vonatkozott, és a vezetőség kéréssel indított el minket, hogy keressük meg az egy egykori első vízigépésznek a sírhelyét. Valószínűsíthető volt, hogy az izraelita temetőben nyugszik, és ezt temetőkönyvből könnyen ki is lehetett leríteni. Löwinger Jakab meg is van, hogy hol, hol nyugszik ez eddig olyan, baromira egyszerűnek tűnik, ez is ugye december volt, én babát vártam, tehát ezek olyan abszolút könnyítő tényezők voltak, de nem lehetetlen természetesen. Tehát tudjuk már, hogy hol van a sír, de a temetőnek az a része már, már egy kicsit nehezebben látható, hiszen több sírhely hiányzik, a köveken, köveket borostyán nőtte be, és nem is könnyen beazonosíthatók, de hála jó égnek pont ez a sír áll, és a, és a betűkből is egy-kettő még kisebb-nagyobb munkával elővarázsolható volt, úgyhogy ma jelentettem, hogy a Bakonykarszt rendben tartja, tehát a betűket szépen ki meg ki van festve és olvasható módon megtalálható. Most Lövinger jakabot emeltük ki. Tehát akkor szerte ágazó amivel így a hétköznapokon foglalkozik a, a túrajó, mint egyesület, és mint, mint igen, még mutatsz, igen, mutatsz igen, egy könyvre is. Igen, könyvet lektorálunk, sok-sok <laughs> tevéken, és már oktatás is van majd a profilunkban, úgyhogy tényleg, tényleg sok minden. És akkor egy záró kérdés, mikor van idő túrázni egy magad vagy családdal? <gül> hát <gül> Mindezek a, mellett. Pontosan mellette. Már a kislányom is jelezte, hogy ő is szeretne eljönni a programokra. Tehát ugye nyilván ez egy munka végzés, tehát itt azért fontos, hogy, hogy ezt szétválasszam. Tehát egy-kettőre óvatosan el tudom már vinni, de nyilván még meg kell várnia, hogy hogy nagyobb bacska legyen. Van idő, az az igazság, hogy szervezés meg időbeosztás kérdése átalakul az ember élete, hiszen ezek a programok azért mégiscsak többségebe hétvégére koncentrálódnak, és akkor mellette lehet írogatni, meg családi programokat is szervezni. Hát gratulálok! <gül> <gül> és biztos vagyok benne, hogy fogunk még beszélni itt a Hírefen Veszprém Balaton füreden, hiszen sok-sok kibeszéletlen témánk maradt még, és szerintem tényleg van még bőven mit kibeszélni, ha csak például magáról a kis vonatról beszélünk. Amit, 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 amit igen, tehát egy nagyon jó, nagyon szuper projekt szerintem, és tényleg a város egyik égköve, hogy ő most újra ott van, és, és látható, és a gyerekek fel tudnak csücsülni, és tényleg egy találkozási pontá alakult át. Tudtunk róla, de fizikailag nem láttuk. Uh -huh. Visszatért. És visszatért. Ez egy, ez egy ilyen gyönyörű, gyönyörű történet szerintem, hogy, hogy ahonnan elindult, uh -huh. oda most, oda most visszatért. Rafai Csillának, a túrai alapítójának nagyon-nagyon köszönjük, hogy velünk volt az elmúlt fél órában, és akkor úgy köszönök el, hogy visszavárunk itt uh -huh. a stúdióban. Köszönjük szépen.